Sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra itt a csatornán! Én Zsolt vagyok, és a mostani videóban ismét ETF-ekről fogunk beszélni, ugyanis megvásároltam az első két ETF-et, bekerültek a portfóliómba, meg fogom veletek osztani, hogy melyik ez a két ETF, és fogunk még róluk egy picit beszélni hogy melyiket, miért vettem. Vágjunk akkor gyorsan bele, ugye két hete készítettem egy olyan videót, ami ETF-ekről szólt, és arról beszéltem, hogy a közeljövőben én is szeretnék ETF-eket a portfólióban. Az utóbbi két hétben elég sokat nézegettem ezeket az eszközöket, és hát kiválasztottam kettőt. Ugye azt tudni kell, hogy én ETF-ek iránt igazából most kezdtem el érdeklődni, nem olyan rég, Szóval én is elég kezdő vagyok, úgyhogy ha bármi észrevételetek van, akkor azt nyugodtan írjátok meg hozzászólás formájában. Vágjunk akkor bele! Azt szeretném így az elején elmondani, hogy ETF-eknél tulajdonképpen két csoportba oszthatjuk az ETF-eket. Vannak az Accumulating ETF-ek, és vannak a Distributing ETF-ek. Ugye ez a, ez a két ETF abban különbözik, hát nagyjából a nevükben is benne van, ugye? hogy az accumulating az a kapott osztalékot, mert ugye te mikor megvásárolsz egy ETF-et, akkor valószínűleg sok cégbe fogsz befektetni, szóval például, ha az S&P 500-at követed le, akkor azt jelenti, hogy olyan vállalatok is lesznek ebben az ETF-ben, amelyek osztalékfizető vállalatok. Na most az Accumulating ETF az azt tudja, hogy ezt az osztalékot te nem kapod meg, nem utalják ki a számládra, hanem egyből beépítik az árfolyamba, így egy picit gyorsabban nő, illetve ennek az ugye a nagy előnye, hogy ez nem adóköteles, mert a pénz az nem kerül hozzá, hanem automatikusan bekerül az árba, az ETF árába. Úgyhogy ez az egyik típusú ETF, a másik típusú ETF az pedig a Distributing ETF, ami ha mondjuk ugyanúgy az S&P 500-at veszük, akkor nem beépíti az árfolyamba, hanem kifizeti neked cash azokat az osztalékokat, és akkor te azt arra költöd el, amire akarod. Ugye ebben az esetben ez már adóköteles, és nem is épül be az árfolyamba. Na most, hogy ezeket elmondtam, ugye nekem sokkal szimpatikusabb az Accumulating ETF, ahol én nem is kapom meg az osztalékot. Ugye, ha úgy veszik, akkor passzívabb is emiatt, mert nem kell azon gondolkodni, hogy a kapott cash azt hova fektessük be, hanem ők automatikusan beépítik az árfolyamba, illetve ugye ez, hogy nem adóköteles, ugye tudjuk, hogy 2024-től elég nagy adók lesznek mindenre, úgyhogy ilyen szempontból is szerintem ez az előnyösebb, úgyhogy én is két ilyen accumulating ETF-et választottam be a portfóliómba. Az első, az nem más, mint az iShares Score S&P 500, ez egy accumulating ETF, 423 euróba kerül egy ilyen ETF a Trading 2 t aki használja, ugye, onnan van a képernyőkép, és ugye itt láthatjuk, hogy a, az S&P 500-nak SXR8 a, a ticker kódja, iShareScore S&P 500 ETF, a német tősdén lehet megvásárolni, euróban, és ugye a minimum traded quantity az 0,01 a trading 2 n Szóval ha trading 2 2 t használod, akkor tudsz akár vásárolni 0,01 ilyen ETF-et is, nem szükséges egy teljes egészt megvásárolni 420 euróért. Hogyha nem hallottál volna a Trading 2.1.2-ről, de szeretnéd kipróbálni, akkor ha letöltöd az applikációt és regisztrálsz, majd használod a Zsolt promókódot, akkor jogosult vagy egy darab ingyen részvére, aminek az értéke nem több, mint 100 euró, hogyha szeretnétek, akkor mindenképp érdemes kipróbálni. Na ez az első ETF, ami bekerült a portfóliómba, a videó második felében azt is meg fogom veletek osztani, hogy mennyit vásároltam belőle, illetve hogy hogy néz ki most a a portfólión, De gyertek, nézzük meg a másik ETF-et, amit vásároltam, mert ez szerintem picit érdekesebb. Ez nem más, mint a Vanguard All World ETF. Ez szintén accumulating ETF, szóval ugyanúgy az osztalékokat visszaforgatja az árba. Ugye ez 100 euróba kerül, látjátok, szintén trading kettő, kettős képernyőkép, és itt látható, hogy ennek a, az instrumentnek WCE a tikerkódja, Vanguard. All World ETF, szintén a német tőzsdén vásárolható meg, szintén euróban, és szintén 0,01 is vásárolható a Trading 212 n Figyelem, azért emelem ezt ki, mert ugye vannak olyan brokerek, ahol tört részvény nem elérhető, jó mondjuk még ezt a Vanguardot 100 dollár megveszed, de azért nem biztos, hogy mondjuk egy iShares-t, az S&P 500-at, ami 420 euró, azt mindenki meg tudja vásárolni mondjuk minden egyes hónapban. Ez az előnye az ilyen discount brokereknek, hogy ugye tudsz tört részvényt venni, és tényleg nagyon kevés pénzzel is el lehet kezdeni a befektetést, én ezért szeretem, és amit szeretnék még nektek megmutatni, az ennek a vangárnak az ETF, hogy hogyan van felosztva, amit most láttok a képernyőn, ez a justetf.com oldalról való, ajánlom amúgy nektek ezt az oldalt, ingyenes és nagyon sok mindent megtudhattok ETF-ekről, olvashattok róluk szóval nézzük akkor ezt a táblázatot egy picit, ugye itt látható, hogy hogyan van súlyozva ez a ez az ETF, és látható, itt Bal oldalon, hogy melyek azok a vállalatok, amelyek legnagyobb súlyjal vannak benne ebben az ETF-ben. Ugye itt van az Apple, a Microsoft, az Amazon, az NVIDIA, Alphabet, Tesla, Meta, Berkshire és United Health. Szóval tulajdonképpen a legnagyobb amerikai vállalatok benne vannak ebben az ETF-ben, szóval ha te megveszel csak egy ilyen ETF-et, akkor tulajdonképpen, hát itt nem is csak teljes Amerikában, hanem tulajdonképpen a teljes világba befektetsz, ugye itt jobb oldalon látható, hogy az amerikai Egyesült Államok 57,30%-át teszi ki ennek az ETF-nek, de itt van Japán 6%-kal, itt van az Egyesült Királyság 3,5%-kal, itt van Kína 3%-kal, és minden más ország a világból közel 30%-os súlyozással. Ugye lejjebb látható, hogy a legnagyobb része az technológiai részvényekben van, pénzügyi cégek, healthcare és consumer cégekben van. Szóval ugye itt megnézhető pontosan, hogy ez az ETF hogyan van súlyozva. Nagyon örültem, hogy erre rátaláltam, és nagyjából mondom ezen a justetf.com oldalon, minden ETF-nek meg tudjátok nézni az összetételét, ugye az S&P 500-nak azért nem mutattam ezt, mert azt egy az egybe leköveti az S&P 500-at, szóval megkeresett, hogy az indexbe melyik milyen vállalat, milyen súlyozással van, akkor egy az egybe ugyanazt követi le ez az ETF. Ezt a két darab ETF-et vásároltam így első körben, Hát nagyon izgatott vagyok, nagyon ö, vártam már a pillanatot, amikor ezt elkezdem, úgyhogy kíváncsi vagyok nagyon srácok, hogy hogy fog ez alakulni. Ugye például az SXR8-ról, az iShares S&P 500-ról tudni kell, hogy az most nagyjából, hát majdnem történelmi csúcson van, de azt mondják, hogy ETF-nél nem kell ezt nézni, hanem hogyha folyamatosan fektetsz be, akkor úgy is mondjuk egy 10-15 év alatt jó nagy hozamot tudsz elérni. Nekem pont ez a célom, minden hónapban vásároljak ezekből az ETF-ekből, illetve lehet fogok még választani egy harmadikat, azt még nem tudom, hogy mi, de lehet, hogy fogok egyet választani, és akkor ezekbe a, az ETF-ekbe minden egyes hónap ugyanazon a napján igyekszem befektetni, hát nagyjából egy olyan 50 euróra gondoltam én per ETF, és akkor ezt így szépen növelni, és akkor lassan össze tudom majd hasonlítani, hogy mondjuk hogyan teljesít a portfóliómhoz képest, ami hát idén nem teljesít a legjobban, ugye ezt mindenki tudja, ki követi a csatornát. Gyertek, akkor nézzünk át gyorsan a, a portfóliómra, nézzük meg, hogy néz most ki, de még mielőtt megmutatnám, szeretném elmondani, hogy itt a csatornán semmilyen pénzügyi tanácsadás nem zajlik, ez pusztán az én privát véleményem, az én pénzem, az én portfólióm, semmiképp ne hozzatok döntéseket, csupán a videóban elhangzottak alapján, mindenképp olvassatok jól utána, mielőtt bármit is vásároltak, akár a tőzsdén, akár máshol Vágjunk akkor bele, szóval így néz ki most a portfólió. Ugye, aki régóta követi a csatornát, tudjátok, hogy nekem volt tetovált séfem, én azt innen kiszedtem. Nem azért, mert el akarom tüntetni, hogy volt egy ennyire rossz befektetésem, nyilván a régebbi videókban úgyis vissza tudjátok ezt követni, egyszerűen elég kicsi a képernyő most már, hogy minden céget bele tudjak tenni, így is egy picit már kellett nagyobbítani rajta, és egyre kisebbek a, a vállalatok, úgyhogy kiszedtem innen a tetovált séfet, és a Legtetén láthatjátok a két ETF-et, amit vásároltam, 50-50 euróért. Ugye látható, hogy az iShares-ből tudtam venni 0,11, majdnem 0,12 darabot, a, a Vanguardosból pedig 0,49-et, majdnem egy felet. Úgyhogy ez a két ETF van most, ugye itt nem nagyon fér be az átlagár, ezt majd időnként meg fogom veletek osztani, hogy hogyan állok, mennyi a, mennyi a hozamom, de ide most tényleg sehogy nem fér be, és sokkal fontosabbnak találtam feltüntetni a darabszámot, de mondom, meg lesz osztva. Hogyha most a portfóliómra ránézünk, akkor túl sok érdekesség nincs. Elárulom nektek, hogy ma szeptember 26-a, kedd délelőtt van, ugyanis ma szabadnapos vagyok, nem mentem be dolgozni, és most jobban ráérek videót felvenni, úgyhogy túl sok minden nem történt az amerikai tőzsdén mióta, ami találkoztunk múlt pénteken, de azért nagyon gyorsan szaladjunk át rajta, nem szeretném tényleg húzni a az időtöket. Arra viszont szeretnélek megkérni, hogy ha eddig kaptál legalább egy hasznos információt az ETF-ekkel kapcsolatban, akkor nyomj most a videóra egy lájkot. Köszönöm szépen, nézzük akkor a portfóliót. Szóval gyorsan átnézzük, 3M 95 dollár alatt van, mondjuk ezt azért érdemes gyorsan megemlíteni, mert így már jóval 6 6,15% az induló osztalékhoz. Nem tudom, meddig fog esni a 3M, és hogy mikor, meddig bírják ezt a, ezt a befektetők. Az AMD is 100 dollár alatt van, az Asana is tovább esett, 17, 17 dollár most már. Ugye most egyéni részvényt nem vásároltam a héten, megvettem ezt a két ETF-et és akkor majd jövő héten vásárolok egyéni részvényt, és akkor minden hónap ezen a környéken, így hónap végén ebből a két etf biztos, hogy folyamatosan fogok bővíteni. Johnson Johnson, a Johnson Johnson most 160 dollár körül van, a GP Morgan a következő, ami 146 dollár körül van, a Legetemplett ugye az továbbra sem teljesít túl jó, sőt tovább esett 25 dollár most már, kíváncsi vagyok, beesik -e 25 dollár alá mire, mire közé teszem a videót. A meta viszont most is 300 dollár körül mozog, úgyhogy az, az, az egész jó. A Nike ugye azt, 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 Hát, azt tipikusan nagyon mellélődtem, mert most már csak 90 dollár vártam rá, tényleg ez türelem játék volt, és nem én nyertem benne. Vártam rá hónaponkon keresztül, hogy a Nike 100 dollár alá essen, nem tette meg és azt mondtam, hogy akkor elkezdem vásárolni 100 felett, és egyből beesett, most már csak 90 dollár, nem baj, tudok javítani a bekerülés engem ez nem keserít el, tudjátok, az ilyen vállalatok, pláne a Nike, azért szerintem egy nagyon erős cég, nagyon erős vállalat, úgyhogy engem nem érdekel ez, hogy rövid távon most mínuszban vagyok vele, az jobban zavar, hogy elkapkodtam a vásárlást, és hogy most ugye nyilván jobb áron tudnék vásárolni de aki azt mondja, hogy vele nem történik ilyesmi, az nem biztos, hogy igazat mond. Úgyhogy, hát ez van most, srácok, nézzük akkor tovább. A Realtinkom 51 dollár, brutál, 60 nekem a bekerülés áram, és most már közel 6% a Realtinkomnál az onduló osztalékhozam. Szóval megint osztalék szempontból, hát olyan vállalatok vannak, amik egész jó kis osztalékot fizetnek, ugye a múltkori videóban a Mesterséges intelligenciás videóban beszéltem arról, hogy igazából azok a vállalatok viszik például az S&P 500 at és tényleg jól látható ez, hogy, hogy minden más szektor azért így, így nyugdítság. Hát nem minden, de a, de a legtöbb, ugye? Nézzük akkor a starbucks A Starbucks is esett a múlt héten. Érdekes, hogy csak mondom, hány négy nap telt el, ugye csütörtök, péntek és hétfő, hát van most, de még nem nyitott ki a tőzsde, szóval tulajdonképpen három tőzsdei nap telt mióta az utolsó videót én felvettem, és például a Starbucksnál is van már egy látványos esés, 92 dollár, úgyhogy hát esik minden, szépen mondom, a Tiro is 105 dollár, szóval most már az én bekerülési áram alatt van, ebből is lehetne, éppen csipegetni, úgyhogy megint vannak jó vásárlási lehetőségek, gondban leszek jövő héten, hogy mit vásárolnék, esetleg írjátok meg azt is hozzászólásban, hogy ti ilyen piaci helyzetben mit vásároltok szívesen, vagy inkább ültök a cash és vártok uh, a még nagyobb zuhanásra, hogy lesz-e ilyen, tényleg kíváncsi vagyok, hogy ki mit csinál most, és ki hogy áll ezekhez a, ezekhez a dolgokhoz, Tesla 250 alatt, de nem vészes 246 dollár, a Verizon ugye az nem teljesít túl jó, 33 dollár nagyjából, ez kivételesen nagyjából ugyanott van, mint, mint múlt hétvégén, mikor találkoztunk. A Walgreens 21 dollár, így már majdnem 9 8,95 az induló osztalékhoz a walgreens -tál. Hát lassan közeledik, azt hiszem októberben kéne ők bejelentsenek osztalékot a következő negyedévest, és ugye lassan valamikor kéne emelni, és nagyon-nagyon várom azt az e-mailt a Walgreens-től, hogy mi lesz az osztaléka, mert ugye itt már sokan előre látják a, az osztalékvágást. Szerintem ez még egyelőre nem lesz, de meglátjuk. És a Whirlpool is 131 dollár, szóval ez is esett, és ez is az én bekerülés járom alatt van. És én amúgy ezt a vállalatot is szeretem, 5%-os induló osztalékhoz úgyhogy hát érdekes, érdekes, nagyjából esik minden. Egy olyas mini is gondolkoztam a héten, hogy uh, majd nagyobb lesz ez az osztalék ugye most nyilván itt elég sok olyan vállalat van, ami elég jó osztalékot fizet, én elég nagy mínuszban ülök benne, szóval nyilván nem fogom eladni. De hogy ezeket az osztalékokat, amikor megkapom, akkor esetleg azokat is már ezekbe az ETF-ekbe fektessem, ne az adott vállalatba, vagy ne, ne külön részvénybe, és akkor ezzel is gyorsabban tudnám növelni a portfólió mértékét. Hát, na, kíváncsi vagyok, hogy hogy fog alakulni. Most nagyon izgatott vagyok emiatt a két ETF miatt, nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog teljesíteni hogy maradjatok velem, és akkor kövessük majd együtt a következő hetekben, hónapokban, években, hogy hogyan fog teljesíteni ez a két ETF, illetve mondom, lehet fogok még választani egy harmadikat is. Én köszönöm szépen nektek a figyelmet srácok, remélem tetszett a videó. Nem mondom el még egyszer, de ha gondoljátok, nyomjatok egy lájkot, találkozunk legközelebb vigyázzatok magatokra, sziasztok!